imádkozzunk, testvérek, hogy az élet öröme, a megnyugvás és a célhoz érés kegyelme legyen osztályrészünk Krisztus evangéliumának követés által. Irgalmaz, 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 Uram, a te népednek, termékenységgel áld meg szüleinket, legengedelmesebb Jézus, irgalmaz minélkül. Nézd le az égből, és tekint szőlődre, védelmezd, amit jobbot plántál. Könyörögjünk! Örök mindenható Istenünk, te egyszülött fiad által elénk tártad, hogy te vagy egyházad szőlőművese. Minden olyan szőlőveszőt, amely Krisztusból, az igaz szőlőtőből sarjad, szeretettel ápolsz, vagy bővebben teremjen. Add meg nekünk gyermekeidnek, akiket mint szőlőskertet a keresztség által egyházadba meghívtál, hogy a bűnök tövisei el ne nyomják bennünk az általad kezdett jót, hanem a Szentlélek által megszentelve örökké tartó gyümölcsöt teremjünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen. És végül megáldom a búzatáblákat. Erre szól a záró könyörgés. Könyörögjünk! Örök mindenható Isten, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és az egész mindenséget. Alázatosan kérünk, hogy földi terményeinket megáldani, megszentelni, és gyarapítani nélkül. Töltsd meg csüreinket és pincéinket a gabona és a por bőségével, hogy azoknak örvendve dicséretet és hálát zengjünk neked, Krisztus, a mi Urunk által. Megáldom először a utoljára a nyugati vetéseket, a koricát és a zárkot, végül az egész határon lévő összes vetéseket.